Széklet mintát is kellett vinni. Na, ez aztán egy jó kis munka volt. Na, sziasztok mindenki, itt van velünk Niki. Sziasztok. Egy elég érdekes videót hoztunk el nektek. Ez inkább lehet a hölgyeket fogja érdekelni, mert Niki ötlete volt, mekkora sáska van az ablakba. Nagyon jó. Hogy a Niki, meddig írtad ezt a naplót? Hát mindjárt megnézem. Gyerekkorod óta írtál egy ilyen naplót, és most, hogy pakoltunk, hát megtalálta. 2013-ban írtam igazából. 2012-2011. Hány éves voltál? Várjál. Tini lány voltál, 15 éves voltál. Várjál, a legelsőt 2008-ban írtam, de amúgy nem írtam bele sokat. Akkor 9 éves voltál. Hát vannak benne gáz dolgok is, nem? Hát van. De ugye a Niki ötlete volt, hogy ebben csináljunk videót, mert lehet, hogy ti is, hölgyi nézők, csináltatok ilyet. A férfiakra nem jellemző, nem? Vagy a fiúkra. Nálunk is az általános iskolában mindig a csajok írkáltak ilyeneket. Meg ki volt a crushod? A Zac Efron, imádta. Neked meg a csaja? Hogy hívták? Nem tudom, én néztem a Nickelodeont, és akkor ott voltam beszerelmes. De te a Zac Efronba. Tényleg? Nem. Na nézzük akkor, Niki. Mi lesz az első sztori? Van egy nagyon vicces benne. Jó, mondd azt, hogy mikor írtad. 2008. És mindig úgy kezdted, hogy kedves napló, de aranyos. Na, de többit nem olvastam. Jó, nem, én sem láttam még amúgy. Az elsőt 2008. szeptember 6-án írtam, és ez egy pénteki nap volt, azt is odaírtam. Nagyon ügyes, kíváncsi. Olvassam fel én akkor. Milyen szépen írtál, add ide. Felolvashatod, de itt a neveket nem mondd el, csak annyit mondj, hogy a barátaim, és hogy azért vannak áthúzva, mert már nem voltak a barátaim. Ja, hogy akkor, ja, értem, jó. Tegnap az iskolában a tanulás jó volt. A barátaimmal nagyon jól játszottunk. Barátaim fel van sorolva, de pár át van húzva, csak egy maradt. A legjobb barátok. Csütörtökön a német nyelv az jó volt. Tegnap, amikor hazajöttem és csináltam a leckét. Hát ez aztán nyelvtanulag nagyon helyes. Tegnap, amikor hazajöttem, és csináltam a leckét. Nem tudtál fogalmazni, kicsikém. Tegnap, amikor hazajött... Ja, tényleg. Amikor kész volt, akkor játszottam, és tévéztem. És kifejtettem valamit, mégpedig technika órán fonalból fontunk könnyelzőt. Este aludtam 20:55-kor, jó éjszakát! Én de szeretem, nagyon aranyos. Jó éjszakát. De ezt várjál, ezt most, ezt mindig visszamenőleg írtad egy nappal? Vagy ez hogy működött? Aznap írtad, jó. Akkor, hát azért van ott a dátum. De akkor itt hiányzik, hogy és most befejezem a napló írását. Jó, oké. És azért vannak áthúzva a nevek. Mondtad. Mert azt utólag áthúztam, ja, mert már nem voltak a barátaim. Értem, akkor amikor írtad, a barátaid voltak. Értem, nagyon aranyos. Következőt is olvassam. Jó, szeptember 19 péntek, 2008-ban járunk. Kedves naplom, ma volt a legjobb napom. Voltunk az osztállyal Vidám Parkban. Miskén? Miken voltunk. Miken? Miken voltunk kedvesen. Úgyhogy Miken, azt hittem, hogy ez egy település. Miken voltunk? Viharvasúton, Csodabringán. Tükörvesztő, vadvízi utazás, lézer dodgem, mesecsónak, ez a budapesti Vidám Park. Uh-huh. Hullámvasút, kukacvasút, hullámhajó, elvarázsolt kastély, szimulátor, szellemvasút, barlangvasúton. Most jártam először Vidám Parkban, ez életem legjobb napja volt, vége. Nagyon aranyos, tényleg, hogy a gyerekeknek, hogy egy ilyen élmény, hogy tényleg az a legjobb napja volt, hogy mennyire. Hogyha valaki először jár valahol, akkor mekkora élményt tud nyújtani neki. Hú, de izzadok, olyan meleg van. Következőt is elolvashatod, de ne sértődj meg, mert ez ilyen szerelmes. Na nézzük. Ez 2008. október 17. Úgy izzadok, amúgy nagyon meleg van. Kedves naplom, amikor megyek reggel a busz megállóhoz, akkor mindig ott szokott lenni egy fiú. Én már annyira megszerettem, hogyha ránéz, akkor oda nézek vissza, csak én majdnem elkezdek nevetni, de ha nem akarom elnevetni magam, az után, akkor inkább elfordulok, vagy másmerre nézek. Ő is a 16-ra szokott felszállni. Szegeden még mindig van egy 16 Ott is valamikor rám szokott nézni. Lehet, hogy ő is szépnek tart engem. Édesem, itt 9 éves voltál. Nagyon aranyos.
Vagy lehet, hogy ő is szerelmes, én nem tudom, de azt is tudom, hogy anyának az ismerősének az unokája, és csak anya azt a fiút kiskorában látta, és ezért nem ismeri fel az a fiú anyát. Igen, de édeset, megzabálom. Nagyon aranyos. De hogy mondtad, hogy csinálj bele a videót? Nem tudom. Hát kicsit személyes ez az ilyen napló, de jobb, jó ezt így visszaolvasni. Meg nagyon aranyos. Valamelyik pakoltam, megtaláltam is. Szép emlék, és mert szerintem a csajok azért írtak. Meg nekünk, amikor általános iskolások voltunk, lehet, hogy neked kimaradt, de a csajok kikbe voltak szerelmesek? A rockbanda volt. Fú, és ilyen nagyon extraim kinézetű srácok voltak. Fú, T-betűvel kezdve. Tokyo Hotel! Tokyo Hotel! Nem? Oda voltak a csajok, a srácoké. Következő. Ez 2010. március 22, itt akkor 11 éves voltál. Kedves naplom, máma, kaptam anyától egy táskát. Ez úgy kezdődött. Az ágyba találtam egy táskát. Megkérdeztem anyától, tudja, hogy van neki olyan táskája. Azt mondta, hogy igen, ez nekem nagyon tetszett. Találtam benne egy gyűrűt. Nagyon megörült anya, mert ezt kereste. Így fel is vette a kezére. Nekem adta a táskát, és megörültem. Annyira megörültem, hogy nem is tudtam, mit rakjak bele. Vége. És egy smiley. Jó, de ezt felnőtt koromban is csináltam ilyet, ja? Hogy anyának a cuccát így megnéztem, igen? És hogy tetszett valami, neked van ilyen. Nagyon aranyos. Jó, most választok én egyet. De nem, várjál. De mindent nem olvas egyszer. Ja. 2010. szeptember 10. Kedves naplom, képzeld, ma van a névnapom, és anyától kaptam egy hörcsögöt. Ennek annyira megörültem, hogy csak nap. Még nem tudom, hogy mi legyen a neve. El sem tudod, naplom, képzelni, hogy mennyire örültem neki. Anikótól, a nővérétől egy táskát kaptam. Az is annyira, de annyira tetszik. Mamától kaptam 1000 forintot, Littől meg 2 csomag gumicukrot, és A High School Musical-es chips volt olyan végén. Ja, és anyától is kaptam egy doboz gumicukrot, örültem mindennek, amit kaptam. Vége. De aranyos vagy. Ez tök jó, de nem sokat írtál azért, hogy ezt néha elfelejtetted. Na, szebben írtál. Itt már tollal írtál. Igen. 13-ban már tollal kezdett el írni. Volt ilyen, hogy van Csincsillám, és Csilla volt a neve. Ezt 2013-ban írtam, és odaírtam, hogy tavaly kaptam, de nagyon cuki. Szóval akkor ezt egy év után írtam vele. Értem, értem. De hát a Csincsilla neve Csilla, azért nem erőtetted meg magad. Névválasztásból. Nagyon aranyos. Ez a következő, ez ugye akkor mentem ilyen ápolós suliba. Igen. És ne olvasd fel mindet, de van benne egy nagyon vicces rész. Igen. Ezért átestünk már a tüdőszűrőn, meg a vérvételen, és székletmintát is kellett vinni. Na, ez aztán egy jó kis munka volt. Többet nem szeretnék ilyet, de állítok, minden évben kell ilyet csinálni. Majd egyszer megszokom. Azért örülök, hogy ebben a suliba járok. Tök jó. Ja, van akkor ilyen egészségügyi vizsgálatot. Akkor jön az utolsó, ami az egész naplóírási történelmemből a legutolsó. 2013. december 3-ig 14 éves voltál. Kedves naplom, kaptam névnapomra egy tengeri malacot. Nagyon örültem neki és szerettem, de csak kb. 3 hónapig volt, meg utána meghalt. Sírtam nagyon. De Anikótól kaptam egy másik malacot, de ő meg most halt meg. Mind a ketten lebénultak, nem ettek és meghaltak. És de miért? Ugyanúgy haltak hát meg. Nem, a tengeri malacok azok nem élnek sokáig. Ja, szegények. Én nem vagyok szerencsés az állatokkal. Most anya vett egy hörcsögöt, ő is jól el van, szeretem. Most 2 állatom van, egy hörcsög, meg egy csincsilla. Imádom őket, vége. Jaj, de jó. És akkor utána jött a Suzika. Igen. Az ugye életedte. Van még benne egy-kettő, de azok már túl személyek. Igen, hogy a Niki mondta, hogy ezeket akkor megosztjuk veletek. Szerintem tök jó, hogyha az ember ilyen emlékeket talál így pakolás közben, és tényleg majd a gyerekeknek megmutathatjuk, meg az unokáknak, vagy tovább öröklődik, megtalálja valaki 10 000 év múlva, vagy tényleg bármi lesz belőle, úgyhogy köszönjük szépen, nagyon aranyos voltál, és köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, bízom benne, hogy jól szórakoztatok, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és jövünk majd a folytatással. Sziasztok!